Ismét különleges zenei élményt ígért az Eötvös József művelődési ház legutóbbi lépcsőkoncertje, melyet március 7-én rendeztek a ház aulájában. A szervezők így invitálták a nagy érdeműt. Mijovics Márti varázslatos népdalait Sándor Balázs kíséri kongán, a két előadó találkozása egyedi és szokatlan, mindenképpen izgalmas, érdekes és elbűvölő. Tartsanak velünk egy ősi világba dallamokon és ritmuson keresztül vezetve. Az időbeni és térbeni zenés barangolás Moldvától a közeli tájakig, a régmúlttól a máig tartott. A népdal és a népzene volt egy másik művelődési házbeli rendezvény lényege is, a Zeilinger János által vezetett Nosztalgia Táncklub aktuálisan a népzenét és a néptáncot állította a rendezvénye középpontjába. Vendégelőadóként hallhattuk Heckmann Terézt is, aki népdalokat adott elő csodálatos hangon. Természetesen volt ezúttal is kvízjáték és némi mulatós, de az Ercsiből, Százhalombattáról és Ráckeresztúrról érkező vendégek leginkább a néptánc tanulásban jeleskedtek, ehhez pedig a szakmai alapokat Mijovics Márta adta. Kezdésként mi mást, mint helyi mezőföldi tánclépéseket sajátítottak el, a csárdás pedig már elsőre is igen jól ment mindenkinek. Legközelebb információink szerint latinos hangulata mulathatnak majd a résztvevők. És kicsit más műfaj, elsősorban gyerkőcöknek igaz, ilyen sem volt még Ercsiben, a Bacakó Péter városi sportcsarnok küzdőterét igazi csúszda és ugráló országgá változtatta a Ramozuri játszóház, akik valóban a legigényesebb légváraikat hozták el hozzánk. De nem csak ugrálni lehetett, voltak kisautók, óriás társasjáték, kidobópálya, sőt arcfestés is. Aki megéhezett, megszomjazott, annak sem kellett szomorkodni, hiszen vattacukor, limonádé és sokszínes finomság várta a legkisebbeket. Azt külön jó volt látni, hogy a szervezők a kemény talpú vagy tűsarkú cipőket levetették a bejáratnál a kísérő szülőkkel, a mókázás pedig délelőttől késő délután 5 óráig tartott.